Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Itt vagyunk újra, startol az NBA-es szezon, és megmondjuk a frankót. Van is miért, bazd meg. Nézzük, mivel foglalkoztak a csapatok a nyáron. Megmondtam, hogy ne kutassatok nálam. Szevasz, Lacikám, szevasz. Hát készülök, tudod, a bajnokságra. Egész nyáron edzettem, hogy fitten tudjam magamat tartani. Persze, odafigyelek az étkezésre. Ne, alkohol. Nem iszom. Tudod, hogy nem iszom. 110%-ig figyelek magamra. Olyan formában vagyok, mint Ronaldo. Nagyjából. Várok még a 2019-2020-as szezontól. A Pogácsa Liga ismét jókat fog ülésezni, én ezt már látom előre, hiszen ugyanazok a bírók fognak ismét vezetni, ahogy az elmúlt években is már nagyszerre megmutatták, hogy milyen fantasztikusan tudják fújni a sípot. Hajrá, magyar lábilabda! Reméljük, hogy ez az utolsó év, amit ezzel a szar 12 csapatos bajnoksággal kell végig szenvednünk, és aztán kitalálnak valami igazságosabb rendszert, bár én az MLS-ből mindent kinézek, még azt is, hogy még szarabbat fognak csinálni. Kieső jelöltek? Az Alaegerszeg, amely azért 7 év után tér vissza, és egy, mondhatjuk, hogy tradicionálisan egy NB1-es csapat. Megmondom őszintén, talán ők már egy kicsit hiányoztak is. Ide sorolom én az ETL Manchester Killer FC-t. Koplárovics Béla utódai most végre újra megmutathatják magukat. Igaz, hogy nem az Európai Kupaporondon, hanem csak az NB1-ben. De nem érzem azt, hogy annyira komolyan erősítettek volna egyébként, hogy harcban legyenek a bennmaradásért. Szerintem ők lesznek az a csapat, amely azért meg tudják majd szorongatni a mezőny nagy részét, és azért ott lesznek versenyben a bennmaradásért, de nem lesz elegendő pontszámuk, hogy bennmaradjanak. Újra köszöntenem kell sajnos a DVTK-el Tikitaka Metal FC-t. Hát... Mert nem nagyon látom a komoly erősítéseket. Erősítettünk egy kapussal, sikerült leigazolnunk Prossert, de olyan nagyon nagy igazolásunk nem lett. Ugye jött a Tabakovics Debrecenből, de senki nem tudja, hogy ő milyen lesz, mert folyamatosan sérült, kevés a gólvágó csatárunk. Jött egy újonc Kisvárda, mégis bennmaradt a Kisvárda, de most szerintem nem fog a Kisvárda bennmaradni, úgyhogy őket tippelem az egyik kiesőnek. Kaposvár, Leszter Alsó FC. A Kaposvárt hagytam a végére, nem véletlenül. Szerintem ők nagyon kilónak ebből a mezőnyből, nagy bravúrral jutottak fel az NB2-ből, nem is nagyon igazoltak, tehát kvázi az NB2-es kerettel vágnak neki az NB1-nek. Szerintem az ő sorsuk nagyon hamar meg fog pecsételődni. A Kaposvár szerintem nem elég erős anyagilag sem, és a háttere sem olyan erős, hogy bent tudjon maradni, úgyhogy ők szerintem most így megmártóznak az NB1-be és újra kiesnek. 2 év alatt gyakorlatilag a harmadik osztályból felkerült az elsőbe, és megmutatta azt, hogy ez nálunk is lehetséges. Van ilyen, hogy rövid idő alatt osztályokat vált egy csapat. De én most azt gondolom, hogy ezzel a dolognak itt vége is van. Középmezőny. Kispest, hol a játék San Nino FC? Ahogy a Kispestet illeti, ugye ők edzőváltáson és tulajdonosváltáson is túl vannak. Azért megint sikerült elveszíteni ők a kulcsemberüket, ugye Philip Hollandert, aki a gólkirály is volt. Az új tulajdonosokkal szerintem ők stabilabbak lesznek. Felcsút, mennyi az annyi FC? Merészebb célokért kéne, hogy küzdjenek, ez egyébként most is így van, a játékos keretük alapján simán a dobogóért kéne harcolniuk, de hát ez már az elmúlt években is bebizonyosodott, hogy a pénz nem tud gólt lőni. A felcsút sokkal gyengébben szerepelt tavaly, mint vártuk,
és lehet, hogy most ez nem fog visszaköszönni, tehát nem lesz erősebb, úgyhogy valahol ott a 9.-10. hely környékén lehetnek. Paks Hungarodepo FC. És akit még szintén az alsóházba várok, az a Paks. Nagyon várom a Paksnak a játékát, ugye Civics lesz az edző, ott van Böde Dani. Turnéra indult a Böde Civics cirkusz. Civics nem Csertői Aurél stílusához igazodik. Civics nálunk is jól játszott a centeres játékot, Bödével ezt abszolút jól lehet játszani. Civics folyamatosan kritizálta, hogy a buszt betolják a kapuba a paksiak, tehát ezt ő biztos nem fogja alkalmazni. Mezőkövesd, Borsod megye Lordjai FC, a következő középmezőnybeli tag. A Mezőkövesd már tavaly elérte, hogy gyakorlatilag középcsapatként kezelhetjük őket. Hát itt aztán 17 távozó, 15 érkező, teljes keretcsere. Ők egyébként egy sötét lók lehetnek idén, már ugye tavaly is elég szépet meneteltek, és ugye befértek a felsőházba. Szerintem ők egész jól erősítettek a nyár folyamán. Az Újpest robotfoci kimaxolva, támadásba klimaxolva FC. Az Újpestnél csatárgondok is vannak, Traorét elvesztették, illetve hát nem került elő. Az Újpest is valahol szerintem így az első ötbe fog végezni. Hát igen, azt látom, hogy a csapatnak a gerince nem változott, bár az igazolások inkább talán egy kicsit negatív, vagy nagyon is negatív egyenleget mutatnak. Én a sok döntetlen mellett ezúttal valamivel több győzelmet és kevesebb vereséget várok. A tavalyi évről adná magát az, hogy ismét a DVSC ott lesz a harmadik helyen. Debrecen sok hazai játékos, idegenben kevés pont FC. Címvédő Loki, amelyik ilyen szempontból címvédő, hiszen mi voltunk tavaly a bronzérmesek, szerintem idén is ott leszünk versenyben, meg tudjuk ismételni a tavalyi szereplésünket, idén is végig harcban leszünk a harmadik helyet, és adott esetben megint egy jó kis szoros csatában, de valahogy behúzzuk a végén. Ki lesz a bajnok? Az nem kérdés, hogy idén is a Videóton és a Ferencváros fog a bajnoki címért harcban lenni. Hogyha a Ferencváros csoportkörös lesz, én azt gondolom, hogy a Videóton lesz a bajnok. Fehérvár Videóton minden fejben dől el FC. Nikolics edző a szokott módon még mindig nem igazán rotál, játékosaim pedig érezni némi fizikai fáradtságot, ami most már idegi fáradtságot is jelent, vagy okoz. Én azt gondolom, hogy amíg a fejekben nem sikerül rendet csinálni, addig nem lesz esély a bajnoki cím megszerzésére. Amennyiben igen, akkor nagyon szoros lesz ez a befutó. Én azt gondolom, hogy a Videóton lesz a bajnok. Igen, Norbi, a Videótonra gondolok. És miért? Hát azért gondolom, mert a Videóton egy ilyen egyenletes jó teljesítményben van, és most úgy érzem, hogy jobban össze van rakva, mint a Ferencváros. Fradi Antidol Tabletta FC. Én úgy érzem, hogy a Fradi az most egy összeszedettebb gárda, valamiért összeállt most sok minden, a szurkolók is ott vannak a csapat mögött, úgyhogy én a Ferencvárost esélyesebbnek tartom a bajnoki címre. A második lesz majd a Ferencváros, le fog csúszni erről az aranyéremről. Én így várom a következő szezon. Gyertek a stadionba! Debrecenben is végre egy 5-6 ezer néző összejöhetne így átlagban. Letudjuk ezt a szezont, aztán hát, ha egy újabb játékrend fog majd beköszönteni hozzánk. És azt gondolom erről, hogy ez meg is lehet. Nézzetek minket! Hajrá magyarok, hajrá magyar lábilabda, hajrá semleges térfél, hajrá Vidi! Sziasztok!